Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Nyári Adrien, a diákpolgármester. A választással lezárult a 4 napos Gyudin rendezvény sorozata. Egy bőrön gyulai. Megtörtént az 5-7-es nyereményjáték első győztesének kisorsolása. Egyházi értékek a tárlaton. Új román múzeumot avattak Gyulán, a Kuruc utcában. 40 év jazz. A hazai jazz élet kiválóságai léptek fel, Gyulán. A román gimnázium diákja Nyári Adrien nyerte el a diákpolgármesteri címet az Erkeles, Juhász Lilla és a Karácsony is Roxin Anett előtt. A választás csütörtök esti kihirdetése egyben a 4 napos gyulai diáknapok lezárását is jelentette. Ez a nap híre. És itt megkérdezett 14-15-ös tanítás gyuláros diákpolgármestere Nyári Adrien. Taps és ováció fogadta a diákpolgármester nevének kihirdetését a gyulai diáknapok záró rendezvényén. Nyári Adrien, a román gimnázium tanulója, a több napos kampányt követően vehette át diákpolgármesteri oklevelét Kúnya István alpolgármestertől. Az új diákvezető színes, nyüzsgő diák életet szeretne Gyulán megvalósítani, melyhez a város és a diáktársak támogatását is szeretné elnyerni. Ez egy megtiszteltetés számomra, hogy a választó diákok ők bíztak bennem és hittek bennem, hogy meg tudom csinálni, igyekezni fogok mindent az ő kedvük és ízlésük szerint megcsinálni, és remélem, hogy egy jó kis diákság jön létre majd. Mi a legfontosabb, amit szeretné megvalósítani? Mivel az iskolacsere programot reklámoztuk nagyon, ezért azt nagyon szeretném majd megvalósítani, hogy akik tényleg ki szeretnének próbálni más iskolákat, azoknak ez sikerüljön. A két diák alpolgármester, Juhász Lilla az Erkelből és Roxin Anett a Karácsonyi iskolából lett. Mindketten szeretnék segíteni a diákpolgármester munkáját és hozzájárulni a város diák életének színesítéséhez. Én nekem a legfontosabb programom az, hogy a beteg gyerekeken segítsünk, ezt alapítványi adománygyűjtő bálokkal szeretném elérni, és szerintem ez megvalósításra is kerülhet majd a későbbiek folyamán. Nekem az lenne a legfontosabb, hogyha a Vörös Kereszt, az első segélynyújtás tovább terjedne minden gimnáziumban és felső tagozatos általános iskolákban, mert szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk az alapszabályokat, és még a második az lenne, hogy a Gördeszka Park, mert szeretném biztonságban tudni a diákokat, akik gördeszkáznak. A gyulai diáknapok megszervezésében sokan nyújtottak segítséget. A Mi Egymásért Egyesület égisze alatt megvalósult 4 napos programon a szervezők megpróbáltak minél több érdekes és hasznos eseménytető aláhozni. Diákszakmai napon voltak 40-en, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és Szolnokról érkeztek hozzánk, és Békés Csabáról diák polgármesterek és diák alpolgármesterek, velük beszélgettek. Azt beszéltük át, hogy hogyan lehetne a gyulai diák önkormányzati szövetséget átalakítani, és hogyan kéne működtetni. Volt a pályaválasztásról is, hogy mivel ők ugye az iskolába, ők azok, akik el tudják a diák önkormányzati tagok vinni ezeket a híreket. Erről is tartottunk, mert hogy átalakult a pályaválasztás nagyon sok esetben. Tartottunk arról is, hogy hogyan kellene bent nekik az iskolába pedagógusokkal kommunikálniuk, ami azt gondolom nagyon sok esetben elcsúszik, mert hogy még diákok, ebben is segítettünk nekik, ez volt a DÖK szakmai nap. Az idén már nem szerepelt a programban a 24 órás vetélkedő, ezt jövő tavasszal rendezik meg a középiskolák bevonásával. Egy bőrönd gyulai kolbásszal lett gazdagabb a Gyula, neked mit jelent elnevezésű játék első helyezettje? A nyertes házaspár egy 10 soros versben fogalmazta meg, nekik mit jelent a fürdőváros. Ezután szeretném gratulálni az első nyertesünknek, hogy Gyula neked mit jelent nyereményjátékban. Ezzel a bőrön gyulaival, egy wellness hétvégével és fürdőbelépővel gazdagodott a budapesti földesi házaspár. A Gyula neked mit jelent elnevezésű kampányban azt kellett beküldeni a játékban résztvevőknek, hogy számukra mit is jelent a fürdőváros. Ezt bármilyen műfajban meg lehetett tenni, különösebb megkötés nélkül. A díjat átvevő földesi Gáborné érdeklődésünkre elmondta, egy 10 soros versikével nevezett a versenyre, és nagyon boldog, hogy ők lettek a szerencsések, hiszen korábban semmilyen nagyobb nyereményben nem volt még részük. Egy 10 soros versike, ami Gyulát jellemezte, illetve hát, hogy mit jelent nekem Gyula, ugye ez volt a kiírásnak a címe, és úgy kezdődött, hogy gyulai a kolbász, nem kicsi a tét, jól jönne egy ott eltöltött hét. Hát az egy hét az nyilván némi túlzás volt részemről, de ez a két éjszaka is csodálatos, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki.
A kampány a Gyulahús Kft., a Turisztikai Kft. És a Várfürdő közös projektjeként valósult meg, és a várakozásokat felülmúló számban érkeztek ötletes nevezések. Nagyon sokféle dolog jut az embereknek eszébe Gyuláról. Legtöbb alkalommal nyilván a várossal kapcsolatos emlékeket küldik be, vers, kép, eszé, vagy bármilyen más formátumban, és szinte mindenkinek, sőt mondhatom, hogy mindenki pozitív élményt vagy gondolatot küldött el a pályázat részeként, és az első nyertes is nagyon örült a nyereménynek, úgyhogy ez nekünk is egy nagy öröm, hogy ők így örülnek ennek. A kampány ötlete a Gyulahús Kft.-től indult, és az összefogásnak köszönhetően Gyula főbértékei kerültek a fókuszba. Mint élelmiszeripari cég túléptünk egy termékértékesítésen, ami jelen esetben a gyulai kolbászban testesül meg. Egy olyan emléket és élményt próbálunk megfogni a Gyula márkanével, amiben mind a Várfürdő, mind a szállásadók, mind a gyulai termékek szerepet kapnak. Az 5-hetes nyereményjáték következő sorsolása november 17-én lesz. Új román múzeumot avattak Gyulán a Kuruc utcában. A tárlat a magyarországi román ortodox egyház értékeit mutatja be. Egy Kuruc utcai, egykori magánház előtt várakoztak a meghívottak a magyarországi román ortodox egyház megye múzeumának az avató ünnepsége előtt. Az épület falain belül az állandó kiállítás két magyarországi román muzeológus, Csobai Lászlóné és Martin Emília munkájának köszönhetően valósult meg. Körülbelül 30 évvel ezelőtt a magyarországi román ortodox templomokból behoztuk azokat az egyházművészeti tárgyakat és iratokat, amelyek már nem voltak használatban, és az állapotuk sem volt túl jó. Ezeket az elmúlt 30 évben restauráltattuk, és létrehoztuk ezt a magyarországi román ortodox egyházak gyűjteményét itt a püspökség épületében. A gyűjtemény ikonokból, üvegre, vászonra, fára festett ikonokból, egyházi textilliákból, egyházművészeti tárgyakból, iratokból áll, és természetesen ötvös munkákból áll. A múzeum, illetve az ahhoz kapcsolódó állandó kiállítás régi vágya volt az itteni román közösségnek. Ezt most a magyar állam támogatásával tudták megvalósítani. Nagyon régi vágya volt a gyulai román közösségnek, hogy ezt az anyagot egyszer itt Gyulán valamilyen formában bemutathatóvá tegyük, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával ezt sikerült megvalósítani, megvásárolta az egyház ezt az épületet, berendeztük itt ezt a kiállítást a legreprezentatívabb, legszebb műtárgyakkal. A hálaadó és felszentelő szertartás után a kiállítás megnyílt az érdeklődők előtt. Aki szereti a jazzt, az biztosan nem csalódott csütörtök este. A Várszínház kamaratermében rendezett koncerten a hazai jazz élet jelentős képviselői, köztük Kőszegi Imre, Liszt Ferenc díjas jazzdobos szórakoztatta a nézőket. 40 év jazz címmel adott koncertet a magyar jazz élet három kiemelkedő egyénisége a Várszínház kamaratermében csütörtökön este. Kőszegi Imre Liszt díjas jazzdobos együttesével immár nem először lépett a gyulai színpadra. A világsztárokkal is együtt játszó zenészek a 40 év terméséből adtak egy keresztmetszetet. Amit ma összeállítottunk műsort, ez tulajdonképpen egy ilyen kis áttekintés. Tehát ebben vannak olyan számok, amit annak idején játszottunk. Vannak a jazz-rock időszakból idézetek, aztán hát egészen a mai korig, úgyhogy hát amennyit egy ilyen egy-két órában lehet összesűríteni. Úgyhogy elég sok mindent játszunk. De főleg swing, bebop, tehát a jazznek a hagyományosabb része. Tehát nem lesz free jazz, meg nem lesz, nem tudom, önmegvalósítás. Kőszeg Imre, aki a világ legnagyobb sztárjaival is zenélt már együtt, elmondta, Gyulán mindig hálás közönséggel találkozott. A sokat látott muzsikust, hanem éppen könnyű kezdetekről is megkérdeztük. Abban az időben én azért kicsit korábban születtem, mint úgy általában.
Hát én a háborúval születtem 44-ben, tehát akkor nem volt semmi. És akkor 5 éves korom óta érdekel engem ez a zene. Furcsa mód, akkor még persze nem hallottam én jazzt. A rádióban hallgattam a Zárai Vámosit, meg nem tudom, és arra próbáltam dobolni meg. És nekem tulajdonképpen az első élményem a Louis Armstrong volt 65-ben, mert ő volt az első fekete amerikai igazi jazzzenész. A hamarosan 70. születésnapját betöltő művész most nem a színpadon, hanem szűk családi körben ünnepli ezt a kerek évfordulót. Több száz gyermek szavalta el egyszerre Petőfi Sándor Jó költőnek tartanak című versét Gyulán. Városunk több helyszínnel és programmal csatlakozott a Magyar Nyelv Napjához, több oktatási intézményben előadásokkal, verseszenés produkciókkal tisztelegtek a magyar nyelv előtt. Rövid hírek következnek. Én szeretem a meséket, anya is otthon szokott mesélni, meg itt az Oviba. Ezt mondta Fábián Hanna a Törökzugi óvodában, ahol verseszenés műsorral ünnepelték a Magyar Nyelv Napját. Az intézményben nagyon sok magyar mesét, magyar költőknek a verseit tanítják a gyerekeknek, amit ők nagyon szeretnek. Az óvoda vezetése jó kezdeményezésnek tartja a Magyar Nyelv Napjának ünneplését, melyhez azonnal örömmel csatlakoztak. A program jól illeszkedik az intézmény nevelési szellemiségébe is. Mint az 550 versben, melyet írtam összesen! A Petőfi téren több százan csatlakoztak ahhoz a kezdeményezéshez, melynek keretében három hazai településen, Debrecenben, Balatonfüreden és Gyulán, valamint Nagyszalontán egyszerre egy időben szavalták el Petőfi Sándor Jó költőnek tartanak című versét. A szervezők fő célja az volt, hogy ennek a napnak a segítségével is ráirányítsák a figyelmet a magyar nyelv szeretetére. Az iskolák jelentős létszámban képviseltették magukat a közös versmondáson, melyet a pedagógusok is jó ötletnek tartottak. Az országgyűlés 2011. szeptember 26-án nyilvánította november 13-át a Magyar Nyelv Napjává. 1844-ben ezen a napon fogadták el a magyar államnyelvét tevő törvényt. Gyulán rendezte meg őszi közgyűlését a Magyar Fürdőszövetség. A szervezet több fontos napirendet is tárgyalt, melyek a hazai fürdőket érintik. Az egyik legfontosabb ezek közül a fürdők működését meghatározó alapszabály módosítása volt. A szakbizottsági üléseken pedig a fürdőket közvetlenül is érintő gazdasági kérdések voltak terítéken. A jövőt illetően pedig szó volt a lehetséges energetikai korszerűsítési lehetőségekről. A kétnapos rendezvény keretében a Fürdőszövetség tagjai egy bejáráson tekintették meg a Gyulai Várfürdő létesítményeit és a közelmúlt fejlesztéseit. A közlekedési felügyelőség szakembere is tartott előadást, a Toleranciát az éveknek, hasznos ismereteket az időseknek című rendezvénysorozat Gyulai állomásán. Kojsza Zoltán gyulai rendőrkapitány a KRESZ szabályainak változására, illetve annak fontosságára figyelmeztetett, hogy ezeket azok is kövessék, akik régen szerezték meg jogosítványukat. A Megyei Baleset Megelőzési Bizottság kettős céllal hívta életre kampánysorozatát. Az időseket szakemberek látják el tanácsokkal, ugyanakkor részben a sajtó segítségével arra figyelmeztetik a fiatalabbakat, hogy nagyobb toleranciát tanúsítsanak az idősebbek felé. A rendezvénysorozat Békés Csaba, Békés és Gyula után Mezőkovácsházán folytatódik. Az NB1-es Kecskemét látogatott szerda délután a Gyulai Grosics Akadémiára, hogy a Liga Kupa B csoportjának 5. fordulójában megmérkőzzön a fehérben játszó hazai együttessel. A szegedi gyulai együttesnek leginkább matematikai esélye maradt a továbbjutásra, a vendégek viszont egy győzelem esetén még bízhattak ebben. A Szeged Grosicsban több akadémista mellett olyan játékosok is lehetőséget kaptak, akik a bajnokságban kevesebbet játszanak. A Szeged Grosics megszerezte első Liga Kupa győzelmét, a Kecskemét pedig elbúcsúzhatott a továbbjutástól. A Szeged utolsó Liga Kupa mérkőzése a jövő héten lesz, szintén Gyulán, akkor a Debrecen ellen. A négy fiatal 2013. július közepe és október eleje között Békés Csabán és Gyulán követte el a bűncselekményeket. Leginkább lépcsőházak folyosóiról, pincékből, közösen használt tárolókból, buszpályaudvari és bevásárlóközpontok melletti kerékpártárolókból vitték el a lezárt bicikliket. A lopott kétkerekűeket a gyanúsítottak eladták, vagy szétszerelték és alkatrészként próbálták megértékesíteni. További részletek a gyulatelevízió.hu oldalon.
Az elmúlt években jelentősen emelkedett az internetes vásárlások forgalma. Mai nap kérdésünkben arra keressük a választ, szoktak-e a világhálón rendelni az emberek. Bár vannak, akik ódkodnak tőle, egyre többen választják az internetes vásárlás lehetőségét egy-egy termék esetében. Kíváncsiak voltunk, hogy a járókelők szoktak-e neten rendelni. Igen, szoktam, jó napot. Milyen jellegű dolgokat? Hát ruházati cikket szoktam néha, de van, mikor műszaki cikket is vásárolgott. Nem volt még rossz példa, vagy negatív volt? Hát egyszer-kétszer volt, mikor nem küldtek olyan minőségűt, de volt, mikor egyáltalán nem küldtek. Szóval egy-kettő volt, de túlnyomó többségben azért mindig korrekten vásárolok, korrektek az üzletfelek ott. Szerintem nincs olyan, amit mi úgy vásárolunk. Mi jobban szeretünk elmenni, azt nézelődni. Szerintem mi nők, mi, ugye? Szerintem ezért. Igen, szoktam én is, elég gyakran. Mennyire tartja megbízhatónak? Hát, ahol én vásárolok, azok megbízhatóak, tehát még semmi gondom nem volt vele. Szerintem mennyire fog ez elterjedni később ilyenkor? Egyre jobban, én szerintem, mert kényelmesek az emberek, és otthonról könnyebb vásárolni, mint járni utána. Gyulai önkéntesek segítettek Pécskán egy sérült gyermekét egyedül gondozó édesanyának. Lapszemle következik. Gyulai önkéntesek dolgoztak Pécskán. Egy éve már, hogy a pécskai Rabbi Norbert István sérült fiatalembert egyedül gondozó édesanyja Hajas Erzsébet a család megélhetésének a biztosítása érdekében egy fólia sátorvázat vásárolt, aminek a leszerelésében és a helyszínre szállításában gyulai önkéntesek közreműködtek, írta a Nyugati Jelen. A gyulai önkéntesek a kert pontos bemérését követően kijelölték, majd a földbe süllyesztették a sátorvász hajlított elemeinek a végeit, az éveket keresztkötésekkel egységes egészé rögzítették, hogy az egészre ráhúzhassák a fóliát. Új helyre kerül néhány kórházi osztály. Megkezdte működését az új épületszárny, írta a Csabai Mérleg. Az intenzív osztály átköltözése az új épület második emeletére már megtörtént. A földszinten az anesteziológia, a szemészet és az ortopédia szakmaterületek járóbeteg szakellátói kapnak helyet. 1200 forint a bírsalma sajt kilója. A különleges édesség szezonja akár márciusig is eltarthat, írta a Gyulai Hírlap. A hűvösebb napok kedvelt házi csemegéjét ott jártunkkor mindössze egy stannál árulták, naturváltozatban. Megkezdődött a magyarok kenyere lisztjének szétosztása. November 11-én, kedden, megkezdődött az idei magyarok kenyere program keretében készült liszt szétosztása Pécsett. Írta a Magyar Kurír. Az adományból elsőként a Baranya megyei gyermekvédelmi alapítvány által támogatott gyermekek nevelőszüleinek adtak. Szombaton reggel ködfoltos, délelőtt erősen felhős, borongós idő lesz. Délutánra viszont számíthatunk némi napsütésre. Vasárnaptól keddig ismét erősen felhős idő, időnkénti eső következik. Szombaton reggel ködfoltos, napközben változóan felhős, éjjel borongós idő lesz. Továbbra sem esik jelentős mennyiségű csapadék. Gyenge napközben kissé élénk, délkeleti irányú szél fúj. Folytatódik az ilyenkor átlagosnál néhány fokkal melegebb idő. A hőmérséklet az éjszakai 8 foktól 14 fokig emelkedik. A folytatásban vasárnap és hétfőn ismét erősen felhős idő, időnként eső következik. A hőmérséklet 7 és 12 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Nyári Adrien, a diákpolgármester. A választással lezárult a 4 napos Gyudin rendezvény sorozata. Egy bőrön gyulai. Megtörtént az 5 hetes nyereményjáték első győztesének kisorsolása. Egyházi értékek a tárlaton. Új román múzeumot avattak Gyulán, a Kuruc utcában. 40 év jazz. A hazai jazz élet kiválóságai léptek fel Gyulán. A Gyula TV híradóját látták, most az értékőrző következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!